A bácsi katona korából a úgynevezett bevonuló nóta. Erre vonultak be a katonák, ezt énekelték. Húzd rá, cigány, repedjen meg a húrod, mert én nékem úgysem sokáig húzod. Majd elhúzza Horthy Miklós rezes bandája, síralmas lesz annak a hallgatása. Én felettem hiába dörög az ég, az én búzám úgysem veri el a jég. Majd ad nékem Horthy Miklós komisz kenyeret, ehetem én 3 évig eleget. Tehát a bolhajuk itt fönt a septim hangra már nem jön, tehát a hangmódosításra nem használjuk. És akkor ezt szebben is ki lehetne követni ezt a dallamívet, de tehát így, ez volt a... Ezt vettem egy Pista bácsi a táborban, hogy elhatom. Úgy van az ének, hogy... Lehet volna? A leszerelő nóta. Köszönjük! A mi házunk, kicsi házunk sárgára van meszelve. Horthy Miklós ő felsége katonát visz belőle. Nem sajnálja a szomorú édesanyát, 3 évre 6 hónapra besorozza a fiát. Pántligás kis kalapomat felakasztom a szögre, az csak a jó Isten tudja, mikor teszem a fejemre. Majd felteszem egy október elején, szabadságos kék, ne felejts, virágzik a tetején. Ez a nóta.
Itt elmagyarázta Püste bácsi, hogy páncégás is kalapot letették, mert jött a csákó, a katona csákó. És októberben volt mindig a leszerelés. Majd felteszem 1 október elején. Szabadságos kék lefele, és virágzik a tetején. Na, ez is egy olyan nóta, amit már a többi pásztortól nem lehetett hallani Dudán. Püste bácsi volt az egyik utolsó mohikán, aki ezt megoldotta, ezt a hegedűre való egészen más dalomívű nótát. És megoldja mai napig is? Persze, hát kérdezem, nem akadályt.